Isten tisztelettel kezdődött az a mártír megemlékezés, melyet vasárnap tartottak a Damjanich utcai imaházban. A helyi közösség tagjai azokról a zsidó származású ceglédiekről emlékeztek meg, akiket 80 évvel ezelőtt hurcoltak el. Róna Tamás főrabbi beszédében úgy fogalmazott, fontos, hogy az emlékezésünk összekössön bennünket az előző generációkkal. 1945 és 1949 között ez a 4 év, ez arról szól, itt a ceglédi egykori hitközség tagjainak, hogy megpróbálják megkeresni, hogy hogyan tudnak újra a lélegzethez jutni. Hogy hogyan lehet ezt a gyászt feldolgozni. A zsidóságunk egyik különlegessége, sajátja és egyedisége, hogy a történelmi tragédiákra szakrális választ adunk minden esetben. A főrabbi arról is beszélt, a leszármazottaknak kötelessége ápolni az elődök emlékét, és emlékeztetni az utókort a múlt szörnyűségeire. A mi eleink ők. Azért imádkoztak, hogy az örökkévaló kegyelme őrizzen meg valamit az ő családjukból, szeretteikből, az ő fájdalmukból. És mi itt vagyunk 80 évvel később. Ahogy Dávid király 70 évet kapott, mi is megkapjuk a saját időnket az örökkévalótól, de feladatra hív. Azért, hogy soha többet ilyen szörnyűség egyetlen egy más vallási közösséggel, néppel soha többé ne történjen meg. Dr. Feldmayer Péter, a Mazsihisz Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnöke úgy fogalmazott, a magyarság legnagyobb temetője Auschwitz volt. Ha megnézzük a számokat, az arányokat, akkor sajnos már nem Mohács a magyarság legnagyobb temetője, hanem Auschwitz. Auschwitzba sokkal több ember halt meg. És egyetlen egy dolog, amit mondhatunk 1944-ről, megint az, hogy ő fia vágta sebét. Ez a seb 80 éve van Magyarország testén, és bár meggyógyítani nem lehet, befedni sem szabad. Ugyanaz áldozatok hiányát nem lehet pótolni, de muszáj tovább vinni a történetüket, tette hozzá. Azzal, hogy beszélünk róla, azzal, hogy megpróbáljuk a holokauszt után született 4.-5. nemzedéknek átadni azt a tudást, hogy mi történik, ha a gyűlölet veszi át a hatalmat, ezzel eleget teszünk azoknak, akiknek a neveit itt látjuk a táblán. A gyászisten tiszteleten közreműködött Dési Tamás főkántor. Álkidus a sőn.